galagonya vagy gelegenye termés van itt a kezemben, a kiskosárkámban. Az őszi időszak meghatározó és gyűjthető gyógynövényéről beszélünk. Ez egy tövises cserje vagy fa is lehet. Nagyon gyakori az elterjedése környékünkön. Beteg szívek gyámolítójának is hívjuk, ami azt gondolom, hogy minden benne van. Elsősorban szívre ható gyógynövényünk. Kora tavasszal lehet gyűjteni a virágos ágvéget, amiből teát lehet készíteni forrázatként, és ilyenkor ősszel lesz a gyönyörű piros termést, amit nem véletlenül hívtak valamikor Isten almácskájának, hiszen mindenféle bajra használták, de elsősorban a keringési problémáknak a nagy-nagy segítője ő. Szív problémáknál, magas vérnyomásnál, vagy éppen az alacsony vérnyomásnál mindenképpen érdemes rá gondolni. A tavaszi időszakban a teában, a forrázatként, és ilyenkor ősszel pedig a terméséből készített lekvár és a tea szintén javalt. Egy igazán különleges gyógylekvárt készítünk ebből a gyönyörűséges galagonyából, vagy gelegenyéből, ahogy a környékünkön is hívják. Ez a gyógylekvár nem kimondottan vajas kenyérre való kenegetéshez készül, hanem tényleg gyógyhatású. Szívre ható gyógynövényünk a galagonya, és így a lekvárja is az. Nagyon egyszerű dolgunk lesz, a galagonyát meg fogjuk főzni. Egy kicsit átturmixoljuk. Áthúzzuk egy szűrőn, és a keletkezett sűrítmény gyakorlatilag visszakerül a főzőlapra, átfőzzük egy kis cukorral, és készen is van a gyógylekvárunk. Készen is van a szíverősítő galagonya gyógylekvárunk. Nagyon fontos, ha az üvegbe került már, akkor száraz dunszba tegyük mindenképpen, akár hagyományosan párnák közé, és ott hűljön ki. Ez legalább 2 napot igénybe vesz. Jó egészséget kívánok hozzá!